Szent Lukács könyvéből. Napokban Augustus császár elrendelte, hogy írják össze a földkeresztség lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria kormányzója Kirinusz volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. Galilea Názaret nevű városából József is fölment Dávid városába, a júdeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével, Máriával, aki gyermeket várt. Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét. Világos egyszülött fiát pólyába takarta, jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket, nagyon megrémültek. Az angyal így szólt hozzájuk, ne féljetek. Íme jó hírt mondok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a megváltótok az Úr Krisztus Dávid városában. Ez lesz nektek a jel. Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve. Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül, Isten dicsőítve ezt zengték. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek. Ezek az evangélium igény. Kedves ünneplő, Szentegyház, szeretett testvéreim! Ezt írja Szent Pál, Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden ember számára. Szent Pál apostol nem látta a gyermek Jézust, sőt, földi életében sem találkozott Jézussal, hanem akkor, amikor a Krisztusban hívő zsidókat elindult letartóztatni Damaszkuszba. Világos nappal jelent meg neki az Úr, föltámadott testében, és így szólt: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Hiába rugdalózol az ösztök ellen. Hiába rugdalózol, szeretlek. A pogányokhoz is el fogod vinni az én nevemet. Erről így tesz tanúságot a Galatákhoz írt levélben. Tudtokra adom, testvérek, hogy az általam hirdetett evangélium, örömhír, nem embertől ered, hiszen nem emberektől kaptam vagy tanultam, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásával. Hallottátok ugye, hogyan viselkedtem egykor a zsidó vallásban, könyörtelenül üldöztem Isten egyházát, és a pusztulására törtem. Ám úgy tetszett annak, aki már születésemtől kiválasztott, kegyelmével meghívott, hogy kinyilatkoztassa bennem fiát, akit hirdetnem kell a pogányoknak. Testvérek, ez az apostol írja azt, hogy Isten üdvözítő kegyelme megnyilvánult minden ember számára. Saul tudott Jézus kivégzéséről és az eltemetésről. Fölháborította azt, hogy pár Jézus köré gyűlt férfi azzal áll elő, hogy Jézus él, Jézus a Messiás, sőt Jézus az Isten fia. Testvérek, ezek olyan képtelenségek, amelyeket egyetlen egy zsidó sem találhatott ki 2000 évvel ezelőtt. A természettudományban nagyon előre haladtunk, de a filozófiai gondolkodásunk, a következtetés, a reneszánsz óta megbolondult Európa. Egyszerűen megbolondult. Azt állítani, hogy a 2000 évvel ezelőtti rabbinikus zsidóságban azt állítják egy megfeszített emberről 3 nap múlva, hogy a Messiás, ez a történelem nem ismerése. Megbuktak, akárhány doktorátusuk van. Mert mit jelent a Messiás király? Most hallottátok Izaiásnál. Uralkodni fog Dávid házában mindörökké. A római elnyomásba szenvedett ez a kisnép, mint mi annak idején a szovjet elnyomásba,
és elkezdett fantáziálódni, de azt mindenképpen tudták, hogy a Messiás miért nem támadhat föl. Mert meg sem halhat. Mit mond az angyal Máriának? Dávid házába uralkodik mindörökké, és országának nem lesz vége. Tehát Isten visszaállítja a zsidó királyságot, és talán a pogányok is, minden nép valahogy részesül belőle. Hogy Jézus meghalt, az bizonyíték, hogy nem volt a fölkent király. Tessék ezen elgondolkodni. Sok messiás mozgalom volt Jézus korában, Pilátus meg az elődjei elkapta a messiás előtt, tehát azt kivégezték. És úgy szétmentek, hogy szinte szégyelték, hogy belekerültek egy ilyen mozgalomba. Hiszen a messiás nem halhat meg. A kivégzése bizonyítja, hogy nem a messiás. A mostani rabbinikus, hívő zsidó testvéreinknek a hitetlensége Jézusba, ami hitünket erősíti meg. Az Isten se tudja kimondani Krisztus Krisztus előtt, csak képeket ad róla. Hogy ő az a fölkent király, uralkodni fog mindörökké. De hát kivégezték, és 3 napja ott van a sírbát, hogy uralkodik? És hogy talál ki ilyen 11 ember, akik úgy fértek Pilátustól, hogy bezárkoztak? 3 nap múlva előállnak, hogy Jézus a messiás. Ha közben nem jött valami. Tehát, ahogy egy nagyszerű amerikai történész írja, a kereszténység keletkezésének összes, de az összes teóriája az történelmietlen, tudománytalan, szégyenletes egy egyetemi szintű emberhez. Hogy úgy szerették, hogy fel kellett támadnia. Micsoda ostobaság. Hogy pár zsidó elkezdte azt mondani, hogy ő a dávidi király, akkor hol uralkodik mindörökké, ha a sírba van? Gondolkodunk. És azt mondja ez a történész, egyetlen reális és igaz alapja lehet a kereszténységnek, amit az első hívei mondanak, hogy 3 napulva élve látták, mégpedig dicsőséges testben, más testben, mert nem kopogott az ajtón, amikor megjelent. De, ha ezt elfogadjuk, akkor vége minden vallásnak, minden filozófiának, és el kell hagyni a bűneinket. Ezt meg nem akarjuk. Testvéreim, Saul, amikor találkozott a názáretivel, 3 fölismerés ragyogott fel benne. A názáreti Jézus azonossága. Akkor azt jelenti, hogy uralkodik mindenek, hogy a halál fölött uralkodik. Testvéreim, a kereszténység nem egy vallás, az a vallások vége. Ez minden testre tartozik. Ez minden fiatalnak hallani kellene, aztán csináljon, amit akar utána. Hogy az emberi testnek, a kozmosznak van új állapota. Az az Isten, aki a semmiből teremtette. Hiszen nagyobb dolog, hogy itt vagytok, mint hogy a holtak föltámadnak, mert honnan jöttünk mi elő? Az egy sejtből? Az meg az élettelenből? És honnét ez a világ? Ez az egész világ nyitott az Isten teremtő hatalmára. Tehát Saul felismeri, hogy más az a királyság. Az nem politikai hatalom. Az életnek az ura. És felismeri, hogy Isten. Egy zsidó. Testvérek, ezért nem ment Jézus a magyarokhoz, hát hol voltak még akkor magyarok? De nem ment a görögökhöz se. Nem mehetett az egyiptomiakhoz, mert vallási tévedésbe voltak. Azt mondták volna, a csodát tesz, hogy az egyik Isten leszállt az Olimposzról. Egy nép volt arra fölkészítve, mint ahogy most te vagy, katolikusként fölkészítve, hogy mondd tovább, nem vagyunk különbek senki emberné, de hivatásunk van. És ennek az ókori kis népnek az volt a hivatása, hogy megtanulta, hogy nincs Isten. Nincsenek Istenek, csak egy. Aki a világot teremtette. És hogy az törődik Izraellel, törődik majd az emberiséggel is. És hirtelen a zsidó apostol, Tamás, letérdel előtte, és azt mondja, én Uram, én Isten. A másik,
amire Saul azonnal rájön, pár másodperc alatt, ami sok katolikus sem tud, hogy az ő hívei, az egyház az abszolút szent. Még ha gyatra püspökei, bűnös papjai és bűnös hívei is vannak. Mert mit mondott Jézus? Miért üldözöl engem? Mondhatta volna Pál, nem téged üdvözlek, hanem a híveidet, nem engem. Az egyház mélyén ott van Krisztus. És a legmegdöbbentőbb, hogy felismeri, hogy ez az Isten szeret. Hát Saul jóvá hagyta Szent István kivégzését, amikor megkövezték az első diákonust. És neki megy az egyháznak, és azt, most pedig azt hallja, hogy Jézus azt mondja, Saul, tudod, hogy szeretlek, ne rúgdalod. Még a pogányokhoz is el fogsz menni zsidó létedre, és el fogod mondani azt, hogy Isten üdvözíteni akar minden embert. Testvérek, ez Saul karácsonya. Ez Szent Pál karácsonya. Egyszer döntsük el már, hogy a kis Jézus születését ünnepeljük-e csupán, vagy Isten megtestesülését. Ez nem egészen ugyanaz. Amit az egyház a dogmáiban mond, az az egyetlen igazság. Mert a dogmák az evangéliumot védik. Hogy az a személy, aki egyszer így szólt Máriának, hogy én, édesanyám, szomjas vagyok, ez az én, ez az isteni személyek közül a második. Amikor azt mondja, én és az Atya egy vagyunk. Egy zsidó nem találja fel a Szent Háromságot. Sem a hívei, sem Jézus. Nem a kis Jézus születését ünnepeljük csupán, hanem az Isten megtestesülését, aki azért jött, hogy minden embert üdvözítsen, feloldozzon és elvezítsen egy másik világba, az ő dicsőségébe. Ez indítja Szent Pált egész Rómáig, és ezért fejezik le majd 67-ben, amikor a főapostol keresztre feszítik. Ez a karácsony. Ez elválaszthatatlan Jézus 30 csendes évétől Názáretben, a 3 éves igehirdetéstől, a kereszthalától és a föltámadástól. Az ősegyház fordítva élte Jézus életét. Ha Jézus fel nem támad a halálból, ki írja meg azt, hogy megszületett egy gyerek Betlehembe? Kit érdekel? Kire tartozik? De amikor föltámadt és kiárasztott a Szent Lelket, és megalakult az egyház, Lukács a művelt orvos tanukat keresett, és még ott volt az Úr anyja, és meginterjúvolt a Máriát. És a szövegelemzők mondják, hogy egy női szöveg csúszik be ide, pontos kifejezése a pólyának, és az az anyai fájdalom, hogy nem kaptak helyet a szálláson. Mária 33 évig hallgatott, nem mondta a szomszédasszonynak, hogy mi történt vele, ki érti. Akinek nagy hivatása van, az nagy magányban van, az csak Istennel lehet viselni. Csak amikor futottak az apostolok, és mondták, Mária, él a fiad. Az utolsó vacsora termébe voltunk, és megállt középen. És félelem fogott el minket, és azt mondta, ne féljetek, tapogassatok meg. Nem vagyok szellem. Ekkor mondhatta el Mária, hogy az én szűzi méhemben is így jelent meg, nem József gyermeke. Ezt tessék meggondolni. A kereszténység csak az Úr föltámadásából érthető. Az egész kereszténység rege, mese, mesével való traktálás az embereknek, az Úr föl nem támadta a halálból. Ezért az első 300 évben nem volt karácsony, minek? Húsvétba volt belecsomagolva karácsony. Az, hogy az, aki keresztre feszítettünk, aki értünk imádkozott, akit eltemettek, de dicsőségesen föltámadt, az az Isten fia. Tehát emberré lett. De milyen szép, hogy kialakul maga a karácsony ünnepe is, de ha kivesszük ebből a kontextusból, akkor elveszíti az erejét.
mint hogy az embernek elmegy a kedve hallgatni sokszor a rádiót, hogy a karácsony az, hogy mit sütnek, meg főznek. Ugyan már. Hogy mi van a belejükbe. Bármelyik nap bármi tehetnénk. Az igazi keresztény, katolikus, magyar nép, ahol én éltem, ugyancsak bejlis sütött, meg halászlevet, de azt úgy ettük, hogy Isten emberré lett. Igen. Ennek következményei vannak. Üdvözítő Istenünk kegyelme megnyilvánult minden ember számára, és arra tanít, hogy szakítsunk az istentelenséggel és a világios vágyakkal. Ez az istentelenség, ez a görög szó, ez az aszebeja, ez úgy érthető, hogyha az ellenkezőjére gondolunk, amikor azt írja, folytatja, élünk becsületesen, buzgón és szentül, rossz fordítás, nem szentül. Ez eusebeios, ugyanaz a tő. Az aszebeja, az az istentelenség. Az az eusebeios, az aki istenfélő. A keresztény hívőnek nem az ateista az ellentéte. Az a pályán kívül van, még megtérhet. Hanem az, akiben nincs istenfélelem. És mi az istenfélelem? Nem rettegés. Nem az Istentől való rettegés. Hiszen az angyalok mit mondanak a pásztoroknak? Görögül mefobete, fobosz, fóbia, ne rettegjetek! Az istenfélelem az megrendülés. Jó megrendülni, hogy ennyire szeret az Isten. És testvérek, ez egy gyökere Pál mondani valójának. Hogy istenfélő. Tehát a szent kereszténynek nem az ateista az ellentéte, hanem az, aki nem féli az Isten, bár tudló róla. Mi az istenfélelem? Boldog John Henry Newman. Ez a zseniális bíboros, akit boldogavatott a pápa, és akinek templomot építettünk Sümegcsei hegyekben, majd nézzétek meg, ez egyedül ezt fejti ki legszebben, hogy mi az istenfélelem. Azt mondja, az olyan, minthogyha te a barátodról, a legjobb barátodról egy nagy közönség előtt beszélsz. Valahogy szóba kerül. Igazat mondasz, és szeretettel mondod. Csak közben észreveszed, hogy a harmadik sorban ott ül. Húha. Érzed? Ha tudtam volna, mégis másképp fogalmaztam volna. Ez az istenfélelem. Itt van. 40 napon keresztül erre szoktatta az egyházát. Amikor nem látták, akkor is ott volt, mert amikor Tamás apostol, aki nem látta első megjelenése alkalmával, azt mondta, én nem látom, ha nem hiszem, ha nem látom a szegeket a kezén és a lábán. És érdekes, Jézus ezt hallotta. Tehát azt is hallja, amit én mondok, és azt is, amit te gondolsz. Ez az istenfélelem. És ez a bálteremben is így van, a hitvesi ágyban is így van, a szenvedésekben, a rettenetes kórházi kezelésben is, a csendes hétköznapokban is. Velünk van az Isten. Nem kirándulni jött el a földre, aztán elment. Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, és a ketten-hárman összeltek az én nevembe, egyes szöveg is magyarázok szerint ez a mise. Mert az ő nevében összejönni, a császár nevében az azt jelenti, hogy a császár rendelte. Tehát egy olyan gyülekezet, amelyet az Isten fia rendelt az utolsó órában, még együtt volt az apostoloknak, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, és itt van. És a kenyér és a bor nem lesz akadály az ő föltámadott testének, mint ahogyan az zárt ajtó se volt akadálya annak, hogy megjelenjen. Ez a dicsőséges test. Testvérek, szentmise nélkül nincs kereszténység. Ebből élünk. Azt mondja egy ókori író, mi a vasárnap szerint élünk. Ez a mi reményünk. És az áldozás az az igazi karácsony, testvére. Igen. És még azt is mondja Pál, hogy éljünk becsületesen, vallásosan és istenfélelemben. Testvére, nem lehet becsületesen élni, ha valaki nem vallásos.
Néha azért egy kicsit hazudunk, egy kis lopás, egy kis paráznaság, nem becsületes. De vallásossal se lehet érni normálisan, ha valaki nem istenfélő. A vallásnak a karikatúrája. Néha betolat a templomba, elmond egy imát, és ugyanúgy él, mint a többi. A vallásosság az egy karikatúrája az ember életnek, hanem a szentségre törekszik az ember. Arra, hogy itt van az Úr. Lát engem. Szeret engem. Jelen van. Megbocsát. Szakítani az istentelenséggel. Ez nem azt jelenti, hogy szakítani az ateizmussal, az egy más dolog. Filozófiai kérdés. Az ember rájöhet arra, hogy létezik egy Isten. Az nem vallásos, aki tudja, hogy van Isten, hanem az, aki szereti a Istent. És még azt is mondja, hogy szakítsatok a világi vágyakkal. Hát ez nagyon félreérthető. Megint csak a görög szöveg igazít el, értitek, kozmikos a világ, kozmosz. Tehát, ami be van ágyazva ebbe a világba, az anyagi világba, azzal szakítani kell. Mit ért ez alatt? Testvérek, két nagy ösztön van, az önfenntartás és a fajfenntartás ösztöne. Az állat is éhes és szomjas. De csak anyagot eszik és iszik. Ő kozmikus. Ő ebben a világban teljesen otthon van. Mi nem vagyunk otthon egészen. Miért? Mert az ember étkezése több, mint zabálás. Meggyújtunk egy gyertyát. Együtt vagyok azokkal, akiket szeret. És az édesanyám süteményét senki se tudja megsütni. Soha többet. Az egyfajta áldozás. Lenyeljük azt a szeretetet, amivel készítette. Nem csak kenyérrel él az ember. Ez az éhezés, ez a szomjozás egy végtelen szeretetre tágul. És ezt hozta el Krisztus. És mit mond? Vegyétek és egyétek, és igyatok ebből mindnyájan. Húsvét éjszaka az első könyörgés, nem a vágyak elfolytása, hanem a szent vágyakat gyújtsál fel a szívünkbe. Mitől lesz egy vágy szent, és mitől lesz egy vágy bűnös? Testvérek, félreértette Freud úr. A parázna, a kabzsi, az e világnak élő ember folytja el a vágyait. Belefolytja ebbe a világba. Az igazi keresztény azt felszabadítja. Mert nem a vágyat kell megszakítani, hanem leszakítani arra a világi dologra, amire rátapadt és most isteníti. Mert van egy olyan tapadó korongunk, meg akarunk tapadni Istenben. Végül is megragadni valami végtelen szeretetben. Na most, hogyha ez a tapadókorong így szabadon marad, akkor rácsaphat bármire. Anorexia. Nem eszik. Vagy eszik, az lesz az Isten. Vagy az ivás. Vagy a kábítószer. Vigyázz! Rögtön Istenként működik. Mindent kér tőled. Az egész életedet. Kábítószer mindent feláldoz. A karrierért ott hagyja a szerelmét, a családján végig megy. Ezek a bálványok. Ezektől kell letépni, szinte szabadságharcot folytatni minden nap, hogy az az Isten felé törő vágyam, az ne legyen kozmikus, az ne tapadjon ehhez a világhoz. És ott van a szexualitás, az állati szexuális lény, az ember is, de ő csak kozmikus. Ő nem tudja, hogy mi a szerelem. És a szerelem az igazi, nagy kérdéseket vett föl, amivel Freud úr megint nem számított, és tönkretette az emberiséget, amikor az egyik képes meghalni a másikért. Na, hol van itt a nemi gyönyör? Hol van itt? És ezért szentséges a nemi gyönyör, ha ebben a szeretetben van, nem ezen kívül. A személyes szférában van fölemelve ez a vágy, de a személyes szféra, az ember énje elszakadt az Istentől. Tehát Krisztus elhozta azt, hogy Isten szeretetébe tapadjunk, mert a szeretet Istentől van, a szeretet nem az állatvilágból van. Mert a szeretetben szabadság van, az állat nem szabad.
ebben a világban semmi sem szabad. A legkisebb sejt benned, és annak atomjai nem szabadok, de te szabad vagy. Ez nem kozmikus. Ez nem ebből a világból való. Isten felszabadította az ember, fölemelte, önmagával akarta egyesíteni. Önmagát jelölte ki végső céljak. A szeretet az Istentől való. Ővele egyesülve kell szeretni a másik embert, és nem csak úgy, mint férjet vagy feleséget, gyermeket vagy unokát, szülőt vagy nagyszülőt, úgy kéne szeretni a másikat, mintha Isten szeretné. És mintha Isten szeretné. Ha ez alatt van a szeretet, akkor megőrülünk. Ezért sebzett az emberiség. Arra pályázunk, hogy végtelenül szeressenek minket. Isten így alkotta az ember. Csak elszakította a szívét az Istent. Rá voltunk kötve. Krisztus ezt hozta vissza. És nézzétek a szenteket, egy boldog Terézanyát, egy Gianna Benetta Mollát, akit boldogávattak, ezt az orvosnőt, akinek megmondták, ha megszüli a kisgyerekét, meghal. Akkor meghalok, de neki élni kell. Millió és millió szent vett körül bennünket ebbe a véres 20. században, akik bebizonyították, testvérek, hogy az ember képes Isten szeretetével szeretni, hogy a vágyait ki tudja tépni ebből a kozmoszból, és az Istenre irányítani. Egy ilyen keresztény, egy ilyen ember, aki Isten jelenlétében van, aki vágyait felszabadítja a világ fogságából, várni fogja Jézus, aki eljön az utolsó napon. És ezzel fejezi be mai szakasz Szent Pál. Várjuk reményünk boldog beteljesülését nagy Istenünknek és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét, amely az átváltoztatásban már titokzatosan most megjelenik, megvalósul. Amen.